Katarina Bulatovics a kézilabda mellett a divat rabja. Na nem azért hagyja itt egy szezon után az Etót, mert Győrben nincs elég kedvére való üzlet, ahol vásárolhat, hanem szimplán azért, mert bevallja, egyedül érzi magát. Távozásának részleteiről kicsit később, előbb ismerjük meg a mára montenegróivá lett szerb lányt, aki hamarosan visszatér hazájába. A 29 éves jobb átlövő Szerbiában született, tehetségével hamar kitűnt, és már 20-as évei elején Európa nagy reménységei között tartották számon. 23 éves volt csupán, amikor Dániában játszott, és megnyerte csapatával a B-et. Csodálatos időszak volt, ez volt az első, hogy távol voltam az otthonomtól, az első profi szerződésem. Szép volt, de valójában most visszanézni arra már nem látom akkora dolognak. Persze nem tagadom, jó visszaemlékezni az első igazán nagy sikerre. Sikerekben később sem volt hiány. 2012 volt a legszebb éve. Európa bajnok lett a montenegrói válogatottal, és az olimpián ezüstérmes. A legjobb az olimpia volt. Oké, elvesztettük az elhitott aranyat, akkor talán csalódottak voltunk, de később rájöttünk, gyönyörű az ezüst is. Ez volt talán a legszebb pillanat az életemben. Közben persze vásárolunk, hiszen a trófeák gyűjtögetése mellett ez is nagy szenvedélye. A vásárlás a mániád? Igen, nagyon szeretek vásárolni, sőt, túlságosan is. És hát persze van egy csomó olyan ruha a szekrényemben, ami még soha nem volt rajtam. A magas lányoknak nincs könnyű dolguk, hiszen ez általában nagy lábakkal párosul. Szerencsés vagyok, mert nekem csak 40-es a lábam, szóval akármit keresek, találok a méretemben. Sok kézislány bajban van ezzel, de én igazán szerencsésnek érzem magam. Na, ezt tetszik, ezt felvenném, tetszik a szín és a fazon is. Egy kávéhoz, egy randihoz, vagy egy sétához is tökéletes. Egy-egy jobb darab megtalálását is sikerként könyveli el, és ha már siker, mivel klub szinten a Podgoricával érte el a legnagyobb eredményeit, nem csoda, ha visszahúz a szíve. A legjobb időszak mind a kézilabda, mind a magánéletem szempontjából a Podgoricai volt. Több mint 4 évet voltam ott közel a családomhoz, ami nekem nagyon fontos. A sportban pedig hát megnyertük a Bajnokok Ligáját, csodálatos évek voltak. Kétszeres Bajnokok Ligája győztes már, és most legnagyobb célja, hogy az Etóval megnyerje harmadik BL aranyát. És a siker után édesebb lenne a hazatérés, mert döntött, hazamegy a Podgoricába. Őszinte is bevallja, azért, mert egyedül érzi magát. Magányosnak érzem magam, mert egyedül vagyok. Oké, most ez épp nem volt igaz, mert kaptam egy kis támogatást a tesómtól és az unokaöcsémtől, akik épp itt voltak nálam. De előtte nehéz volt, mert az összes lánynak a csapatban itt van a családja, a barátja, a férje, de én egyedül vagyok, mert a párom Montenegróban él. Nem tud itt lenni velem, szóval így azért elég nehéz. Azzal a gondolattal is eljátszott már, hogy hamarosan befejezi a kézilabdát. Azt mondja, ez az utolsó szerződése. Szeretne családot és később gyerekeket is. Nem csoda, hiszen családcentrikus. A legfontosabb dolog a világon. Ők minden körülmények között velem vannak, gyerekkorom óta támogatnak. Nagyon hiányoznak. Tehát ez az oka annak, hogy hazamegy. És nem csak otthon, hanem itt Győrben is hatalmas gardrób szobája van a rengeteg ruhájának. Azért te szerencsés vagy, mert jó az alakod, szóval bármilyen ruha jól áll. Azért nem mindig van ez így. Nagyon sok nadrág például rövid, mert elég magas vagyok. Tehát nem tudok mindig mindent megvenni, amit szeretnék, mert mondjuk nem elég hosszú. Szóval néha van ezzel problémám. Ezek a problémák persze eltörpülnek a honvágya mellett, de nem panaszkodik. Gőzerővel készül a harmadik BL győzelmének megszerzésére.